Életem legintenzívebb 21 napját abban a templomban töltöttem el, ahol most a nyitókoncert lesz, egy gyönyörűséges kemencei katolikus templomban. Ott készítettem el 2010-ben azt a 13 lemezből álló sorozatot, ahol Chopin összes zongoraművét följátszottam. Ezt a templomot egyébként több mint 13 templom közül választottuk ki akusztikai szempontból. Azon kívül, hogy egyébként gyönyörűséges, akusztikailag is rendkívül különleges, és akik ehhez a legjobban értenek, az akusztikusok azt mondták, hogy a lecsengési ideje és a csendje egészen egyedülálló. Bogányi Gergely, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a Szobi Zeneiskola igazgatója ezekkel a szavakkal ajánlotta a látogatók figyelmébe az Ipoly Fest nyitókoncertjét, mellyel kezdetét veszi június 21-én a háromnapos ingyenes rendezvény. Rétvári Bence parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke az Ipoly Fest sajtótájékoztatóján elmondta, ez a vidék egy kicsit elfeledett része az országnak. Kicsit periférián van, hiszen az ország szélén van, az ország határ mentén van, folyó, hegy határolja, ezért is talán kevésbé értékelik, mint amilyen értékelésre méltó. Ugyanakkor ennek van egy erőnyös része is, hiszen Magyarország legritkábban lakott része, éppen ezért a természet itt a legérintetlenebb Magyarországon, ez az egyik legtermészetközelibb térsége Magyarországnak. Éppen ezért az Ipoly Fest ezt a fajta természetközeliséget úgy tudja adni az oda látogatóknak, mint szinte semmilyen más rendezvény Magyarországon. A rendezvény fővédnöke elmondta, az a cél, hogy az ideérkezők felfedezzék és megismerjék ezt a gyönyörű vidéket, természeti és épített környezetét, kulturális értékeit. Felfedezzék azok is, akik a környéken laknak, 100 kilométerekről is akár, reméljük, hogy jönnek többen, Budapestről is, az ország más részeiből és a Kárpát-medence más részeiből talán perspektívát is látnak benne. Nyilván a falusicsok és a hasonló kormányzati intézkedések is mind azt segítik elő, hogy akik ezt a fajta természetközeli életformát szívesebben választanák maguknak, azok számára az akadályokat lebontsuk, és azt hiszem, hogy ha valaki eljön az Ipoly Fest és itt körbenéz, lehet, hogy szívesen visszatér, akár kirándulni, akár nyaralni, akár dolgozni, akár lakni. Rétvári Bence kiemelte, hogy az Ipoly mindkét partján 5 magyarországi és 2 felvidéki településen lesznek a rendezvények. Úgyhogy bízunk benne, hogy ebben a csodaszép, érintetlen környezetben minél többen megfordulnak, minél többen megszeretik, minél többen perspektívát látnak benne, és az itteni településeken is egy plusz pezsgést, egy plusz élményt jelent, és ezzel szimbolikusan is a fesztivál időtartamára az Ipoly két partját, magyarokat a magyarokkal össze tudunk kötni. Ez a mi valós válaszunk arra, ami közel 100 évvel ezelőtt Trianonban is megtörtént. A magyar, mint kultúrnemzet továbbra is egységes, továbbra is erős, és egyre erősebb, és egyre egységesebb. Márta István zeneszerző, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, a Művészetek Völgye alapítója elmondta, az Ipoly Fest ötlete tavaly az Ipoly hídon tartott koncerten született meg. A két magyar lakta terület összekötésével egy hídkoncertet csináltunk az Ipolyon, amely szimbolikusan és valósan is azt jelentette, hogy a kultúra és a történelmi kultúránk összeköt bennünket. És akkor említette az államtitkár úr, és többen is, hogy van egy ötlet az Ipoly Festre, amely most megvalósulni látszik, és én, mint a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, 220 fesztivál a tagunk, Magyarország és határon kívüli fesztivál, hozom azt az üzenetet, hogy drukkolunk, jól sikerüljön, és egyfajta hagyományt teremtsen Magyarország azon részén, ahol viszonylag nagyon kevés fesztivál van. Márta István kiemelte, a Művészetek Völgye és az Ördögkatlan példája mutatja, hogy minőségi programokkal bárhova oda lehet vonzani a látogatókat. A rendezvény mintegy 100 programja Szobon, Márianosztrán, Vámos Mikolán, Kemencén, Ipoly Damásdon, valamint a szlovákiai Ipolyságon és Ipolyszalkán lesz. Zámbó Emese, a fesztivál igazgatója elmondta, a részvevő települések 3 napra kinyitják kincses ládáikat, hogy megmutassák az ideérkezőknek értékeiket, egyben a helyi közösségek számára is szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.
Az IPOLYFESZ-nek az a különlegessége, hogy összekapcsolta a fesztivál programokat a helyi településeknek az városi és falu napjaival. A helyi hagyományoknak a bemutatása mellett családi programokkal is készülünk. Lesz nekünk egy Talamba ütős együttesünk, őket is szerettük volna megmutatni. A gasztronómia szerelmesei sem maradnak ínyenségek és finomságok nélkül. Rengeteg gyerekprogrammal is készülünk a fesztiválon, lesz gólyalábas, óriás csúszda, népmese színház, minden, ami gyerekeknek szemszájnak ingere. Az Eukariszt zenekar Márjan Osztrán fog fellépni június 21-én 19 órakor. Ezen kívül a felvidéki krúz zenekart is igent mondott a felkérésünkre. Fontos kincses láda az ipolymenti településeknél a Börzsöny, ezért a hazajáróknak a segítségével lesz egy vezetett hazajáró túra is a Börzsönynek a nyugati gerincére. Szobon lesz a Hevesi Tamás koncertje 21 órakor, és vasárnap pedig a Bagosi Brothers Company-val fogunk zárni a Dunaparton. Ipoly Damásdon fog fellépni szombati napon, a Ladány Bene 27, Márjan Osztrán pedig szombati napon a Freddy fog fellépni este 9 órakor. Az IPOLYFESZ első napján a nagy koncertet Nagy Feró és a Beatrice adja, június 21-én este 9-kor Szobon a nagy színpadon. Egy ilyen fesztivál is, ahol mi is megyünk, én azt látom, hogy a környékbeli falvakból, városokból összejönnek az emberek, beszélgetnek egymással, megismerik egymást, jól érzik magukat, eszmét cserélnek, ami nagyon fontos, és ezért imádom ezeket a fesztiválokat. Általában mi mindig előbb ott vagyunk, én kimegyek akkor a nép közé, úgy szoktam mondani, hogy felveszem a helyi lakossággal a kapcsolatot, és ha óvatos az ember, akkor még józanul vissza is ér. De mondom, én nagyon szeretem, és nagyon megtisztelő a dolog, hogy mi ott lehetünk ezen a fesztiválon, és mi nyitjuk meg. Mindent el fogunk követni, hogy ez egy szuper megnyitó legyen. És hát még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk.